Nagy volt a nyüzsgés hétfő reggel az egyébként csendes Reptéri utcában Péren. Az elmúlt évtizedekben itt nevelkedett az az ezüstfenyő, ami idén Győr város karácsonyfája lesz. A 8-as szám alatt élő család ajánlotta fel a fenyőt, amit az erős szél sokszor döntött meg a ház felé, veszélyeztetve az ingatlant és az ott abban élőket. Az utcabeliek szerint gyönyörű fenyő kerül idén a Széchenyi térre az adventi időszakban. Hát az ugye 41-2 éve itt van az a fa, és azóta gyönyörködünk benne. Úgyhogy nekem nagyon fog hiányozni a lakomra. Ugye 49 év, hogy itt lakok. Hát azóta ugye kicsinek lettük, későbben jöttek ide lakni, mint mi. És az, hát ja, 42-43 éve, és azóta nől szépen, és egyre szebb lett. Szerintem sokkal szebb, mint amit Pestre fölvittek. Sokkal szebb. Ez annyira szép az apa, hogy szerintem nem nagyon van még egy ilyen. Akkor tetszeni fog a győrieknek biztos? Biztos, hogy hát akinek nem tetszik, az nem látott szép fenyőfát. Tegnap mutatta a tévé, amit Pestre visznek, hát meg se közelíti. Szerintünk legalábbis itt a szomszédasszonyom, ahogy mondtuk, hogy ez nagyon szép. Bár a fáról időközben kiderült nem 40 valamennyi, csak 25-30 éves, de mindez a szépségéből semmit sem von le. A fát szakavatott kezek vágták ki és helyezték fel a teherautóra. A hatalmas fenyő a 81-es úton érkezett meg Győrbe, ahol szokásos helyére a Széchenyi térre került. A belvárosban a polgármester is személyesen felügyelte a munkálatokat. Nyakó Attila és családja Péről ajánlotta fel ezt a fát, ami mindenki karácsonyfája lesz, tehát egy Győr város karácsonyfája lesz itt a Széchenyi téren. 46 fa lesz feldíszítve a Győr városában, illetve még hogyha találunk olyan fákat, amik esetleg alkalmasak erre, vagy pedig valamilyen területen a hangulat nem elég meghitt, akkor még továbbiakat is feldíszítünk. Ezek között a nagy része olyan, ami állított fenyőfa, ezeket már ez a 27. fa egyébként, amit felállítanak a Győrszó dolgozói. A többi pedig élő fa, tehát élő fát is díszítünk, azért, hogy ne vág ki minden fát a környezetvédelemnek a keretén belül. Figyelünk arra, hogy lehetőleg egyre inkább olyan fákat díszítsünk, amik élő fák, és ezáltal nem kell kivágni őket. De az ilyen felajánlott fák, ezek rendkívül fontosak, hiszen az adakozás, az mindenképpen egy olyan gesztus ilyenkor, adventkor, ami abszolút lelkileg beleillik ebbe a lelki környezetbe. És nagyon fontos az is, hogy egy impozáns szép fa kerüljön az egyik főterünkre, mert úgy gondolom, hogy meg kell adni a módját. Idén advent idején, december 1-én felkapcsoljuk a díszkivilágítást, és csodálatos lesz a város. Hogyha vannak UFO-k, akkor lehet, hogy leszállnak, mert azt hiszik, hogy UFO leszálló pálya Győr városa. Úgyhogy szép lesz tényleg, és várunk mindenkit szeretettel, a győrieket egyrészt a belvárosban, másrészt egyébként különböző területeken lesznek még különböző díszítések, tehát a város nem csak a belvárosra koncentrál, illetve várjuk az ide látogatókat is, élvezzék azt, hogy Győr az legalább annyira szép, mint Bécs, ha egy picit kisebb is, de legalább annyira szép. Ha mindegy 10 méteres ezüstfenyőt a héten feldíszítik, a rákerülő fényeket pedig pénteken 5 órakor a város adventi fényeivel együtt kapcsolják majd fel. A győri ünnepi kivilágítás igazán pazarnak ígérkezik, mint ahogy Győr karácsonyfája is gyönyörű, büszke lehet rá minden győri és ide látogató turista is.